Három góllal 29-26-ra győzött, így a papírformának megfelelően bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe a győri Audietto KC női kézilabda csapata. A rábapartiak a budapesti Final Four első napján a Dán Midtjyllanddal találkoztak, és az első félidőben címvédőhöz méltóan játszottak. A szünet után viszont harcmodort váltottak az északiak, 16-10 után feljöttek két gólra, ám a Győr győzelme nem forgott veszélyben. Nagyon kemény meccs volt, az eleje talán kicsit simábban úgymond sikerült, mint ahogy gondoltuk, de ez is a saját játékunknak volt köszönhető. Nagyon jól koncentráltunk azokra a dolgokra, amiket megbeszéltünk, visszafutottunk, nem hibáztunk feleslegesen buta hibákkal támadásba, és meglett a különbség fél időre. Hát természetes volt, hogy változtatnak a dánok is, kijöttek nyitottra, kettős emberfogásra, ez kicsit megfogott minket, eladtuk a labdákat, ebből jöttek a gyors góljaik, de szerencsére tudtunk változtatni ezen is. A hangulatra nem lehetett panasz, és bizony a szurkolók lelkesedése még a győri csapatkapitányt is meglepte. Ilyen fantasztikus közönség előtt, komolyan, amikor én is kimentem bemelegíteni, mert azért már sok mindent megéltem. Volt szerencsém azért játszani nagy csarnokokban és nagy közönség előtt, de még nekem is, vagyis engem is kirázott a hideg, úgyhogy fantasztikus érzés, és a döntőben én úgy gondolom, hogy még nagyobb hangulat lesz. Apropó Görbic, a klasszis irányító a fináléban ismét összecsaphat az őt lefejelő két meccses eltiltását viszont letöltő Milena Knezevic-sel, miután a Buducnost Podgorica hosszabbítás után 22-20-ra legyőzte a Vardar Skopjét.